Lelkem áld az Urat, milyen könnyű ilyenkor áldan az Urat, ugye? Lelkem áld az Urat, és meg ne felejtjen semmi jót éteményéről. Thank you.
Cselekedete első rész, 8. verset olvasom. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Eddig az Isten igéje, foglaljunk helyet egy pillanatra. Az, amit az Úr Jézus mondott, hogy tanúim lesztek a föld végső határáig, ezt ott mondta Jeruzsálem mellett, ott az Olajfák hegyénél. És azt mondta a tanítványoknak, hogy erőt vesztek, és tanúk lesztek. Nem véletlen jön az erő, hanem azért, hogy tanúk legyetek. És azt mondja az Isten igéje, hogy tanú leszel Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és egészen a föld végső határáig. A Magyarország nincs is az egész föld végső határáig, de elég messze van Jeruzsálemtől, elég messze van attól a helytől, ahol először kitöltetett az Istennek a lelke, és ma itt tanúk vannak, akik arról tanúskodnak, hogy működik az Istennek a megváltó kegyelme, hogy ma is 2016-ban meg lehet menekülni, és életek megváltozhatnak. És tanúk lettetek ti. Köszöntelek én is benneteket, fehér ruhások, nagyon nagy szeretettel. És azt mondja az Isten igéje, hogy erőt vesztek, tanúk lesztek. És erre hívlak benneteket, és így szeretnénk köszönteni, hogy nem luxushajóra hívott az Isten, hanem hadihajóra. Tanúságtételre hívott el bennünket az Isten, hogy arról, amit Jézus elvégzett ott, akkor a kereszten, és arról, amit Jézus a Szentlélek által elvégzett bennünk, arról tegyünk tanúságot. Az, hogy a vesztek erőt, és tanúk lesztek. Neked aktívan részt kell ebben venned. Erőt veszel, azért, hogy tanú legyél. Isten ezért ad természetfeletti erőt, a mennyből elküldi az ő Szent Szellemét, azért, hogy tanúk lehessünk. János apostol, aki ezt hallotta, ő megértette azt, hogy mit jelent tanúnak lenni, ezért a János első levelében azt mondta, hogy amit láttunk, amit hallottunk, és amit kezeinkkel megfogtunk az élet igéjéről, azt hirdetjük nektek. Milyen jó dolog, hogy ez a hirdetett ige hozzátok, és hozzánk gyülekezethez is eljutott, és azokhoz is, akik ma hallják először az Isten megmentő szavát. Hirdetjük itt ebbe a gyülekezetben a bemerítkezés által is, hogy működik az Isten igéje. És megígérte pünköstkor, hogy várjátok be az Atya ígéretét, és azt mondta Jézus, én ugyan elmegyek, de elküldöm a Szent Lelket hozzátok. És nagyon jó hírem van. Isten, Jézus Krisztus még nem hívta vissza az ő mennyei Szent Lelkét erről a földről. Hanem ezen a földön az Istennek a Szent Lelke dolgozik, milliók és milliók életében történik meg az a csoda, amiről ma hallani fogunk a bizonságtételekben, hogy tanúk lehetünk. Erre kapunk erőt, hogy egészen a föld végső határáig tanúk legyünk. És amikor a gyülekezetet elkezdték üldözni, és már nem gyülekezhettek Jeruzsálemben, akkor lementek Samáriában, de a tanúságtétel folytatódott, és megtért a város. Amikor tovább üldözték őket, akkor Antiókiában létrejött az első gyülekezet, ahol keresztényeknek hívták a Krisztus követőket. Erőt kapsz, hogy tanú legyél. Nem másra kapod az erőt. Nem arra kapod az erőt, hogy csak túlélj. A keresztény élet nem túlélésről szól, hanem arról, hogy tanú leszek Jézus Krisztus számára, hogy azok, akik még nem ismerték meg őt, azok megismerhessék. Ó Isten, halleluja! Te a szabadító Isten, a csodálatos Isten, a Szent Isten, a tökéletes Isten, a szabadító Isten. Halleluja! A szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek.
szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az újból, új tömlőben lik most már újra, zsong a szívem minden húrján, ének többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok, és felthetetlen Jézus, mindent elvégzett. Most már új dal, zsong a szívem minden húrján, élek többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok, és Te vagy az egyetlen Isten, és nincs hozzád hasonló senki.
Istenem, tudom, hogy Te vagy az, aki lejöttél a földre, és így a menny a földdel összeér. Elküldted a Szent Szellemet, a Szent Lelket, és így a menny a földdel összeér. Tudom, hogy Te vagy az, aki személyesen szólsz hozzánk, és így személyesen a menny hozzánk szól, és hozzánk ér. Uram, Te vagy az, aki egyenként minket megismertél, és egyenként minket megszólítottál, és egyenként minket megöleltél. Dicsőség neked, Istenem! Amen. Köszönjük a dicsőítő csapatnak a szolgálatát. Pünkösd van, a pünkösd pedig a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. A Szentlélekről keveset szoktunk hallani a hétköznapjainkban, és talán ő az, akit a legkevésbé tudunk megragadni a fantáziánkkal, az képzeletünkkel, és talán róla a legnehezebb beszélnünk, ugyanis Jézust próbálják ábrázolni különböző képekkel, az Istent is megpróbálták ábrázolni, a Szent Háromság is valamilyen módon megpróbálták ábrázolni, az Atya Istent is megpróbálták valahogyan ábrázolni, de a Szent Lelket elég nehéz. Van alkalom adtán, galambhoz szokták hasonlítani, de a hétköznapokban nem igazán tudunk róla. A pünkösd eljövetele, a pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, a Szentlélek az Istennek a harmadik személye, aki azért jött, hogy Jézust helyettesítse ezen a földön. Jézus azt mondta, hogy nekem el kell mennem, azért, hogy Isten mindannyiunkkal velünk lehessen. Jézus egyszerre, egy időben, egy helyen tudott lenni, de a Szentlélek, úgy, ahogy hallottuk a Jánosi testvérnek a buzdításában, ott tud lenni velünk Magyarországon, Jeruzsálemben a zsidókkal, Romániában a románokkal, Amerikában az amerikaiakkal, és így tovább. Ő mindenütt jelen való. A pünkös kapcsán csak annyit szeretnék megjegyezni a számodra, hogy pünköstkor mindenki megkapta azt, amire szüksége volt. Péternek bátorságra volt szüksége, és ez az ember, aki megtagadta Jézust egy kis csapat előtt, ez az ember kiállt több mint 3000 ember elé, és evangéliumot hirdetett. Azok az emberek, akik féltek és rettegtek, amikor a Szentlélek eljött hozzájuk, és betöltötte őket erővel, kimentek az utcákra. Ezek az emberek, akik féltették a saját életüket, és amikor Jézus miatt veszélybe kerültek, elfutottak, ezek az emberek egytől egyig az életüket adták a megváltóért. Miért? Azért, mert eljött hozzájuk a Szentlélek. Aztán azok, akik hallgatták Péter bizonyságtételét, nekik bűnbánatra volt szükségük, és bűnbocsánatra. És azok az emberek úgy mentek el azon a napon, hogy bűnbocsánatot kaptak, hogy új életet kezdtek. Nem tudom, hogy neked ma mire van szükséged, de azt kívánom, hogy ma kadd meg Istentől azt, amire szükséged van. Azt kívánom, hogy ha bátorságra van szükséged, adjon a Szentlélek ma neked bátorságot. Ha bűnbocsánatra van szükséged, ha újrakezdésre van szükséged, fogadd el az Isten kezéből az újrakezdés lehetőségét. Legyen áldott pünkösdöd. A mai Isten tiszteletünkben sok minden fog még történni. Eddig is sok minden történt. Köszöntöm szeretettel mindazokat, akik érkeztetek közelről és távolról. Nagyon sok helyről érkeztünk, leginkább Kalocsáról és Kecerről, de távolról is érkeztek. Örülünk azoknak, akik hazajöttetek távolról. Nem sorolom föl, tudjátok, akik különböző országokban mentetek ki dolgozni. Örülünk, hogy itthon vagytok. Isten áldjon meg benneteket. Igen, lehet köszönteni őket egy tapssal. Azért nem vágok bele a felsorolásba, mert netán valaki kimaradna. Ugyanakkor szeretném megkérni a Martonosi Noémit, ő is távolról érkezett, de hazaérkezett. Gyere Noémi, és szolgálj felénk egy szavalattal, majd azután ismertetni fogom a további programot. Szentlélek, jöjj! Szentlélek, jöjj! Gyújts fel szívem, oly sok benne a vétek. Cseréld fel erőddel erőtlenségem, jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem. Szentlélek, jöjj, hogy vár a lelkem téged. Oly sokat szeretnék megvallani néked, hogy minden nap gúzsba köt ellenségem, de szentelj meg mégis, ez a kérésem. Szentlélek, jöjj, hogy vár a lelkem téged, segíts, hogy eszközöddé lehessek én néked.
vezesse szent kezed minden lépésem. Szentelj meg, Uram, és nincs több kérésem. Noémi, Isten áldjon meg téged, nagyon megnőttél, és nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen a szolgálatodat. A továbbiakban igehirdetést fogunk meghallgatni, Isten üzenetét a Biblia alapján, a Bálint Miklós lelkipásztor testvérünk által. Bálint Miklós a Kalocsai gyülekezetnek a pásztora. Örülünk, Miklós, hogy itt vagytok az egész gyülekezettel, hogy ismét együtt ünnepeljük a pünkösdöt. Isten áldjon meg téged ebben a szolgálatban. A Miklós testvér igehirdetése után majd azokat, akik itt fehér ruhában láttok, azoknak a bizonyságát fogjuk meghallani. Hogy miért öltöztek ezek a hölgyek fehér ruhába? Miért mosolyognak? Illetve miért látszik az arcukon az izgalom? Azért, mert ők döntöttek. Az evangélium mindenkit döntésre állít. Mit kezdesz Jézussal? Elfogadod, mint életednek az urát, mint megmentődet, vagy pedig elutasítod? Ők döntöttek, elfogadták Jézus személyes megváltójuknak, Jézussal új életet kezdtek, és ma lezárják a múltat, és kezdenek egy új életet. Amikor alámerítik őket, szimbolikusan egyesülnek Krisztus halálával. És amikor fölemelik majd őket a vízből, mert nyugi, föl fognak emelni a vízből, akkor ez szimbolikusan egyesülnek Krisztus feltámadásával egy új életre. Így köszöntsük szeretettel a fehér ruhásokat még egyszer, egy nagy tapssal, bátorítsuk őket. Mindazt nem fogom elmondani, amivel készültem, de szeretnék egy pár gondolatot megosztani belőle. Ha megkérdeznék tőled a barátaid, az ismerőseid, rokonaid, vagy éppen a melletted ülő, hogy miről szól valójában pünkösnek az ünnepe, nem tudom, hogy tudná-e erre válaszolni, vagy mit mondanál erre? Elhaladszott ma már Dániel mondta, hogy pünkösd ünnepén ünnepeljük a megígért Szent Szellemnek az eljövetelét, de közben ünnepeljük azt, hogy Krisztusnak a teste, az egyháza megalakult ezen a földön. És ez az egyház kapott egy küldetést, hogy tanúja legyen ebben a világban a Szent Szellem ereje által. Erről beszélt Jánosi Feri testvérünk. Egy gondolatot szeretnék még odahelyezni ezzel kapcsolatban a szívetekre, hogy mit jelent Krisztus tanújának lenni. Mit jelent az, hogy én elmondhatom, vagy te elmondhatod, hogy én Krisztusnak a tanúja vagyok. És hadd idézek kettő gondolatot. Egyik gondolat Ferenc pápától hangzik el ezen az alkalmon, de úgy gondolom, hogy nagyon jól megfogalmazta, hogy mit jelent tanúnak lenni. Azt mondja, a keresztény tanulság tétel tartalma nem valami elmélet, nem is valami ideológia, nem is parancsok és tilalmak bonyolult rendszere vagy moralizmus, hanem üdvösséget hirdető üzenet. Egy konkrét esemény, sőt egy személy. A feltámadt élő Krisztus minden ember egyetlen megváltója. Ez a tanulság tétel. Ami nem egy megtanult valami, nem egy olyan dolog, amit hallottam, hanem elsősorban egy megtapasztalt dolog a személyes életemben. Hogy megtapasztaltam az én életemben, hogy kicsoda Jézus Krisztus az én számomra. És valójában egy nagy kérdés, hogy kicsoda Jézus Krisztus számodra. El tudod-e mondani ezt az embereknek? Meg tudod-e osztani az életeddel, a beszédeddel, a mindennapi életed folyamán, hogy Jézus Krisztus kicsoda számomra? Egy másik gondolat, ezt az egyszerű fordítás Biblia jó szójegyzékéből írtam ki, azt mondja, az igazi tanú a valóságnak megfelelően elmondja azt, amit látott, hallott, vagy megtapasztalt.
az igazi tanú a valóságnak megfelelően elmondja, amit látott, amit hallott, és amit megtapasztalt. És Jánosi Feri testvérünk olvasta már ezt az igeverset, de hadd olvassam én is még egyszer. János apostol első levele, első rész, első 4 verse. Azt mondja János, arról írunk nektek, aki már a világ kezdete előtt létezett, az igéről, aki maga az élet. Arról, akit magunk hallottunk, saját szemünkkel láttunk, egészen közelről figyeltük, sőt kezünkkel érintettük. Ő, aki az élet, nyilvánvaló lett, mi láttuk őt, tanúskodunk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, aki öröktől fogva az Atya Istennel volt, most azonban látható módon megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretett közösségbe, amelyben az Atya és a Fiával, a Jézus Krisztussal élünk. Azért írunk most nektek, hogy ti is együtt örüljetek velünk. Mit mond János, aki Jézusnak egy tanítványa volt? Közelről láttuk az ő tetteit. Közelről hallottuk mindazt, amit ő elmondott, sőt, kezünkkel érintettük őt. Vele voltunk közösségben. És János azt mondja, hogy azért írunk nektek, hogy nektek is legyen meg ez a közösségetek. Ő vele. Mi nem láttuk Jézust. Nem találkoztunk vele olyan értelemben, mint János, de hallottuk az ő szavát, ahogy Emese is bizonyságot tett róla. És valamit megtapasztaltunk ő benne. Azóta olyan békesség van a szívemben. Azóta valaki segít a problémáimban, az nehézségeimben. Sőt, megbocsájtotta a bűneimet. Sőt, megváltoztatta az életemet. Sőt, olyan dolgokból szabadított meg, amik kötelékek voltak az életemben. Meggyógyította a lelkemet, meggyógyította akár a testemet. Szóval volt megtapasztalásunk, hogy valamit kaptunk őtől. Mi nem láttuk ugyan, de meghallottuk az ő hangját, és megtapasztaltunk egy csodát az életünkbe, hogy ő megváltoztatta az én életemet. És ez olyan jó. Ez olyan jó. Ez olyan jó, hogy ezt jó lenne elmondani még másoknak is. János leveléből azt olvassuk, hogy János úgy szeretné átadni, hogy amit én láttam, amit hallottam, amit tapasztaltam, azt szeretném, ha te is megtapasztalnád az én te életedbe. És mit mond János? Hirdetjük nektek az örök életet. Hirdetjük azt, aki által örök életed lehet a mennyben. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mindannyiunk bűneiért, hogy aki hisz ő benne, mármint Jézusban, az Isten fiában, és hiszi azt, hogy őben az én bűneim megbocsájthatatnak, annak örök élete van a mennyben. Isten nem akarja, hogy bárki is kizáródjék az örök életből, a mennyországból. De az ember maga dönt, hogy elutasítja, vagy elfogadja, hogy szükségem van Jézus megbocsájtására. Hirdetjük nektek az örök életet. Hirdetem ma a te számodra az örök életet a mennyben. Hirdetem azt, hogy Jézus megbocsátja ma is a bűnöket. És ahogy Dániel is mondta már, legyen bármilyen szükséged ma, hogy ide jöttél. Erre a szükségre a válasz Jézus Krisztus. A bűneidre ő a válasz. A sebeidre, amit a szívedben hordasz, ő a válasz, ami, hogy meg tudja gyógyítani a sebeidet. Ő a válasz a te testi problémáidra is. Hisszük azt, hogy ő ma is gyógyít. Hisszük, hogy ma is szabadít olyan kötelékekből, amiből az ember maga erejéből nem tud kijönni. Hirdetjük azt, hogy Jézus Krisztusban új életet lehet nyerni. És az örök életet az Isten országában, majd a mennybe. Erről tettek bizonyságot a fehér ruhások. És erről tehetnének nagyon sokan bizonyságot ezen a helyen. Tiéd-e ez a bizonyság már? Tiéd lehet, ha elfogadod. És nem csak örök életre hív bennünket Isten, hanem evel való közösségre hív bennünket már ezen a földön. Azt mondja János, hogy bevonjunk abba a szeretett közösségbe,
amelyben az Atya és a Fiával, Jézus Krisztussal együtt élünk meg. Isten egy személyes közösségre hív bennünket. Egy hitbeli közösségre, hogy megszólíthatom őt. Beszélgethetek vele, és ő is megszólít engem. Ő is betölt engem az ő szeretetével. És pünkösd valójában erről szól, hogy Isten szelleme kiárad, hogy valójában az ő tanúi lehessünk. Olyan embereknek mondta ezt Jézus ott 2000 évvel ezelőtt, akik előtte 40 nappal azt mondták Péterrel az élen, hogy mi kész vagyunk meghalni, érted? Azt mondja Péter, ha mindenki meg is tagad téged, én biztos, hogy nem fogok megtagadni. Sőt, kész vagyok meghalni, érted? Mielőtt elítélnénk Pétert, gondoljunk bele, hogy hány és hány olyan helyzet van, amikor esetleg nem merünk megszólalni. Fölvállalni a mi hitünket, mert olyan ciki megszólalni, olyan ciki bevállalni az igazságot, olyan ciki bevállalni, hogy én miben hiszek, meg kiben hiszek, olyan ciki a határokat meghúzni, hogy én ezen nem lépek túl, mert a hitem azt mondja, hogy ne lépjek már azon túl. Vannak ilyen helyzetek az életünkben? Igenis, vannak ilyen helyzetek. Amikor nem merem fölvállalni, akármilyen ok miatt az én hitemet. A tanítványok Péterrel az élen nem merték fölvállalni az én hitüket. Ott, amikor látták, hogy mi fog történni Jézussal. Pedig Jézus előre megmondta, neki tudni kellett volna ezt, hogy ez fog történni. Ha jól belegondolunk, nekik mit kellett volna várni? A harmadik napot. Mert Jézus azt mondta, de harmadnap fel fogok támadni. De valahogy ezt nem hallották meg a tanítványok. Nekik várni kellett volna. Ó, nem probléma a kereszt. Nem baj, hogy meghal most. Hát föl fog támadni. Ez a lényeg. Erről szól az Istennek az üzenete. Hogy a bárány Jézus meghal ennek a világnak a bűnéért. Meghal az én bűnömért. A Péterért, a Jánosért, a Miklósért, és mindenkiért meghal. De valahogy erről elfeledkeztek. És szétszaladtak. Érdekes, a hölgyek maradtak ott. A többiek azok szaladtak. Az erős férfiak. De Jézus megjelent harmadnap, és kész volt megbocsájtani Péternek is, kész volt megbocsájtani a többieknek is, és azt mondta Péter, eljön a pünkös napja, hogy amiről hallottál, amit láttál, amit tapasztaltál, ahhoz erőt kapj a Szent Szellem ereje által, hogy hitelesen hirdest, hogy én mit tettem ezért a világért. És pünkös napja előtt tíz nappal Jézus elmegy a mennybe, a tanítványok ott maradnak, és elkezdenek imádkozni. És pünköskor, 10 nappal később kiárad az Istennek a szelleme. És ezek az egyszerű emberek, akik előtte megtagadták Jézust, most bátran kiállnak, és hirdetik Jánossal az élen, hogy amit hallottunk, amit láttunk, amit tapasztaltunk, azt szeretnénk átadni nektek, hogy Jézus Krisztus él. Jézus Krisztus a megváltó, aki meghalt ennek a világnak a bűnéért, és mindenkinek a bűnéért, aki hal bennünket. És arra hívunk benneteket, hogy legyetek egy szeretett közösségbe az Atyával. János azt mondja, erre hívunk benneteket. És azt is mondja, hogy ti is együtt örüljetek velünk. Együtt örülünk a fehér ruhásokkal, ugye? Mert értjük, hogy miről beszélnek. Tudjuk, hogy mit tapasztaltak meg. Mert mi is el tudnánk ezt mondani sokan, meg mi is elmondtuk egy nap. Emlékszem, alig bírtam elmondani, úgy sírtam. Úgy sírtam, hogy alig tudtam megszólalni. Főleg, amikor láttam, hogy a rokonaim ott ülnek, a szüleim, és ők is sírnak, akkor én még jobban sírtam. Aztán nagyon nehezen elmondtam, mit is történt az életemben. De egy olyan dolog történt, amit olyan jól lenne továbbadni. De szükségünk van az Isten szellemére. Ő ad nekünk erőt. Ő ad nekünk bölcsességet. Ő ad nekünk vezetést. Ő ad nekünk szeretetet, hogy legyünk az ő tanúi. És ez nem egy öncélú dolog, hogy gyere a pünkösdi egyházhoz, gyere a mi gyülekezetünkbe, gyere hozzánk, mert mi vagyunk a legjobbak. Nem, ez nem erről szól. Gyere Jézus Krisztushoz, mert neked is Jézus Krisztusra van szükséged. És hívlak a vele való közösségre, hogy éld meg ezt az életed folyamán, hogy legyen mit továbbadni. És itt jön a Szent Szellem, aki erőt ad ehhez, hogy az Istennek az üzenetét,
amit hallottunk, amit láttunk, és amit tapasztaltunk, azt tovább tudjuk adni. Kedves fehér ruhások, ez egy pont az életetekben. Egy nagyszerű pont, egy nagyszerű nap. De Isten arra hív benneteket, és arra hívja ma is az ő népét, hogy legyünk az ő tanúi. Beszéljünk Jézus Krisztusról az embereknek. Mit kell elmondanunk? Amit láttunk, amit hallottunk, és amit tapasztaltunk. És nem önmagunk erejéből kell megtenni, hanem jön a Szent Szellem, ahogy betöltötte Pétert, ahogy betöltötte az első tanítványokat, ugyanúgy tölt be bennünket ma is, hogy legyünk bátrak, akik kiállnak és hirdetik az igazságot. Legyél Krisztusnak a tanúja. A tanú a valóságnak megfelelően elmondja, amit látott, hallott és amit megtapasztalt. A keresztény tanúságtétel nem egy valami elmélet, hanem egy konkrét esemény, sőt egy személy, a feltámadt élő Krisztus minden ember egyetlen megváltója. Ez az Isten népének a feladata. Ez az én feladatom, ez a te feladatod. És kívánom, hogy minden nap éld meg a pünkösdöt, hogy Isten szeretete betöltsön téged, azzal a mentő szeretettel, és amikor éled a mindennapi életedet, akkor legyél érzékeny arra, hogy Isten használni akar téged. És amikor használni akar téged, legyél nyitott, azt mondani, Uram, itt vagyok, és használj engem. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg bennünket ebbe. Nagyon nagy szükségünk van ma Isten szellemének az erejére, hogy legyünk hiteles tanúi ott, ahol az Isten helyezett bennünket. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg bennünket ebben, nem csak benneteket, hanem mindannyian, akik itt vagyunk. Az Úr áldjon meg bennünket. Amen. Kecseri csapat még nem mutatkozott be. Kalocsaiak videót hoztak, Márk, nagyon tetszett ez a kis vidám dolog. Én is hoztam videót, nem ennyire vidámat, és nem ennyire karzatról is láthatót és kivetíthetőt, de a szívemben nagyon gazdag videóanyag van. És hát hadd mondjam itt a Kecseri csapatról, hiszen nem tudom, hogy hívjátok, hogy emlékeztek Marikára, Markó Györgyné, civilben postás maca. Legtöbben négyes ismerik. Népes csapat kísértelt téged egyébként, az a bacsorot végig ilyen bagósor. Plajsz család, Isten áldjon benneteket. Azt hiszem, hogy ez az egyik videóanyagom, az édesanyád, édesapádnak az arca, mint kis fiatal emberke, sokat voltam nálatok a családban. Nehezen indult el a családban a legtöbb gyerek az Isten útján, a szülők imája végül is, ahogy én nekem fülembe cseng az anyukád imádsága, az mindmáig úgy ott van bennem. Tudom, hogy az én szülő is mennyit izgultak értem, és hát a születék is mennyit izgultak értetek, és ahogyan figyelem az ő imádságokat, hogy ők elmentek elég gyorsan innen a földről és közülünk, de egymás után jönnek az Úrhoz, az Istenhez a családtagjai. Úgy örülök nektek. Kedves Józsi barátom, ő volt az én nagy barátom gyerekkoromban. Szóval, hogy ahogy látom megvalósulni, beteljesülni, és csak azért is mondom, hogy ez a videóanyag olyan szempontból is fontos nekem, hogy számotokra is átadhassam szülők, csődben, csőd érzésekkel küszködő szülők, akik úgy látjátok, hogy valami nem jött össze jól a ti bizonyságaitok nyomán, hogy ezt ne adjátok föl, ne legyetek ilyen hitetlen hívők, hanem higgyétek, hogy Isten nem adja föl, és Marika is egy ilyen bizonyság a számomra, hogy Isten nem adja föl. Picit mesélj arról, hogy melyik volt az a villanás benned, ami úgy beérkezett hozzád, és elhatároztad, hogy tovább lépsz ezen az úton. Régóta van a szívemben az, hogy kövessem az Úr Jézus, csak akkor, mikor kórházban voltam, és élethalál közt voltam, és azt mondták, hogy az Úr Jézusnak köszönhetem, hogy
meg hogy visszahozott ide az élők közé, és utána még egy kicsit úgy húzódoztam, és akkor volt sok hát probléma, család, már nem annyi család elment, egy magam vagyok, és úgy a nagy családból magamnak, és akkor ez egy kicsit olyan rossz is azért, de azért testvéreim, az édes testvéreim, meg a gyülekezet is azért sokat imádkozik, értem, meg minden szeretnek, és akkor így döntöttem. Beérkeztél a nagy családba, ahol valóban közelünk egymáshoz, és hogy köszöntünk Isten családjában téged is, Marika. Sok minden zajlik le bennünk ilyenkor, ez természetesen, amit nem tudunk elmondani ezen a fórumon, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb része, amit teszünk, hogy bizonyságot tehessünk róla. Ez egy fontos momentum ilyen szempontból, hogy azt mondjuk valóban, amit megtapasztaltunk. Erzsike, egy másik videóanyag a gyülekezetünk számára is, meg akik körülöttetek voltunk, hiszen Erzsikének a fia, a dobosunk, a Matyi, ő volt az első, aki valamilyen fajta közreműködésre a gyülekezetünk részéről egészen kicsi korában egyszer csak megjelent itt, és nem tudom pontosan, 7 éves lehettél, vagy 8, és én soha nem értettem meg, hogy mi vonza ezt a gyereket ide a gyülekezetbe. Nem volt akkor népes bibliaköri munkánk, vagy csoportunk, és ő mégis mindig itt volt. Télen itt a lépcsőn ült, még megnyílik az imaház ajtaja, és úgy kutattam ezt a dolgot. Aztán sok választ kaptam, de az egyik válasz az most itt van. Az ő édesanyja, Erzsike, aki nagyon, ahogy itt hallottuk ma, hogy messziről, meg mélyről, meg Isten csodájaként érkezett meg. Erzsike, nekünk is az vagy. Ima témánk hosszú időn át, aztán láttuk a küzdelmeidet, hiszen mi igazán tudjuk, hogy miről beszélünk ilyenkor, meg te is tudod. Egy pár szót, amit elmondhatsz mégis nekünk a gyülekezet előtt, azt most tedd meg, légy szíves. Hosszú rögös út, fájdalmas vezetett idáig. Sok küzdelem, de célba értem. És köszönöm. Ja, köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy az igéd is valami helyesmi lesz majd, hogy ott tudom, harcold meg a hitnél szép harcát, ha jól emlékszem. És nyerd az örök életet, amelyre hivattattál, úgyhogy ez a harc még azért nem a légső. Kedves fehérruhások, úgy látom a 7. kalocsai nem érkezett még meg. Ugye jól látom, hogy nem baj, megyünk tovább. Szóval azt azért hadd mondjam el nektek úgy mindannyiótoknak, hogy ahogy Jézus mondta a tanítványainak, az övének, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és azt akarom, hogy az én tanítványaim legyetek. Ez az egész egy csoda, ahogyan itt bizonyságban elhangzott, hogy az eleve elrendelés, amiről Pál apostol beszél, hogy akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta. És ez valami olyan fantasztikum, amit nagyon lehet, hogy tudunk róla beszélni, de soha nem értünk meg, hogy mi az, hogy Isten valamikor eleve elrendelt bennünket. Mi az, hogy téged Isten eleve elrendelt, aztán elhívott, aztán oda helyezett, hogy megigazítson, megdicsőítsön, azaz, ez következik ezután még majd, hogy aztán meg is dicsőítsen, azaz, hogy hazaérkezünk. És hát itt most ezen a kis izgalmas pályán mozgunk, ahol éppen ebben is vagyunk. És áldja meg az életünket és az életeteket, hogy legyetek kitartóak, győztesek, és soha ne forduljatok vissza. Célegyenest igyekszem a Krisztus elhívása jutalmára, mondja Pál apostol. Atyám, köszönöm, hogy itt lehetünk. Sokféle érzés és sokféle gondolat látod, Uram, a hallgatóság soraiban és ebben a nézőtéren, ahogy vagyunk együtt testvérek,
barátok, vendégek. Uram, te látsz a szívek mélyre, hogy mi zajlik ilyenkor, milyen vívódások és milyen viták néha bennünk. Uram, és hogyha végén mégis győz az Isten akarata és a Szentlélek terve, akkor az igazi felszabadultságnak a csodáját hozza az életünkben, hogy nem egy vallás tagjai lehetünk, egy egyházhoz tartozhatunk, csak hanem hozzád, az Isten népéhez, a nyájhoz, amelyről Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és én életemet adtam az én juhaimért. Urunk, köszönjük, hogy te vezetsz bennünket, és áldjad meg így mindannyiunk életét, akik itt vagyunk ezen a helyen. Amen. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Eljegyeznek magamnak örökre a szeretet és az irgalom ajándékával. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok neked. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget engem. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Lábatok sarúja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezem, hadakozni ujjaimat. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Thank you.
Örülünk, hogy itt vagytok, és hogy Isten családjában köszönthetek benneteket egyen-egyenként. Akik később érkeztek, azok is célba érkek. Így legyen neked és számodra is. Én is nagy szeretettel köszöntöm immár az új állett Krisztusban, Macanénit és Erzsikét. Macanének azt kívánom, hogy ahogy ismerte a város és mindenki, az előző szakaszának az életében sok jó hírrel szolgált az embereknek. Pénzt vitt, levelet, újságot és egyéb dolgokat. És kívánom, hogy élete következő szakasza az Isten evangéliumának a jó híre. Akikkel találkozik, tudja elmondani, hogy mit tett az Úr az életében, és tudjon másokat vigasztalni, bátorítani. Kívánom Isten áldását életére. Erzsike, téged nagyon sokan ismernek Imre Egyen is a környéken. Kívánom, hogy lássák meg benned Krisztusnak a képét és szeretetét, és vonjad az embereket az Úr Jézushoz. Legyetek áldottak, és fogadjátok szeretettel a Keceli gyülekezetnek az ajándékát. Mielőtt utalni, bocsátjuk áldásunkkal, és Isten áldását kérve az életükre, előtte még hadd jelentsem, hogy négyen a fehérvárosokon kívül is becsatlakoztak, vagy felzárkóztak a nyájhoz itt a Keceli gyülekezetben. Őket is köszöntenénk szeretettel, és majd imádkoznánk értetek is. Elek, téged nem erőltetünk, hogy előre gyere, mert nehezen mozogsz, úgyhogy te ott a helyeden majd maradjál, és arra kérném, hogy majd Beck Pisti menjen a mögéd. Itt vagy? Majd Fecó segítségét kérem, hogy ezt szervezd meg az imádság alatt. Egyébként pedig köszöntünk szeretettel, egyenként egymások tagjai vagyunk, mondja Pál a Róma 12:5-ben, és ezt a könyvet pedig fogad szeretettel ennek az alkalmából, hogy ismét a gyülekezetünk visszarendezett tagja lettél. Tartsam meg az Úr hűséggel most már, mint halálig. Légy hű, mint halálig. Viszont a feleségedet, Jucikát kérném, hogy előre jönnél. Mindkettőtök a gyülekezetünk tagja ezennel. Harcold meg a hitnek szép harcát, ezt az igét ma már hallottuk többször is. Jó kívánság, fogad szeretettel, Jucika. Ezen a napon, amikor a gyülekezetünk tagjává fogadhattunk téged a kérésetekre, és maradjál, és itt már légy szíves a testvérek sorában vagy körében. Bán Márta, Szabadiné Bán Márta, nem tudom, hivatalos nevedet elfejtettük tisztázni, de látom, értesz rá. Fogad te is szeretettel. Légy bátor és igen erős, ezt mondja az Úr. Józsének szükséged van erre az igére, akkor így legyen az Úr, áldjon meg közöttünk téged. Maris néni, vagy Mariska néni, Vancsik Mátyásné, ha ide jönnél te is. Aki győz, örökségül nyer mindent. Hálásan köszönünk téged az Úrnak, és köszönjük, hogy egy nyájhoz tartozhatunk. Gyere, azon áldjon meg téged, és fogad szeretett a gyülekezet apró kis ajándékát. Maradjatok itt a körünkben. Kérnék szépen egy fotót erről a közösről majd, jó? Hogyha kérhetem akkor az új testvérekkel is. Megvárjunk, Elek, előre jössz mégis? Segítsetek Eleknek, akkor megvárunk. És mindenkit kérnék, hogy álljatok most már föl ti is, és akkor így jobban elférünk, kisebb helyen álljunk úgy be valahogy egymás mellé, úgyhogy ne legyen túl széles a fotó számára ez a... És ne zavarjon benneteket, hogy a keceliek beállnak a kolocsaiak sorába, fordítva is igaz, mi összetartozunk, és egy nyáj vagyunk. Kérném majd a már az előbbi csapatot is, gyertek ide, Miklós testvér és Dani és a többiek. Testvéreket is arra kérem, hogy álljunk föl. Mi is a dolgod ezekben a percekben?
Bárhonnan jöttél, bármelyik egyházhoz tartozol, kérlek, hogy úgy gondolj bele abba, hogy most mit is tehetünk. Egy küzdelmes életpályán futunk, mindannyian fiatalok és idősek, egy sajátos korban élünk, értékrendünk folyamatosan próbára van téve, a döntéseink állandó vizsgálat alatt állnak, és újabb legyőzés működik, vagy zajlik, mintha egy árverésen lennénk, hogy mindig valaki mást kínál, mindig valami más szimpatikus egy percre, legalábbis megérintenek bennünket, ezek főleg fiatalokat, és hogy dönteni kell újra és újra, és ez a döntés, ez nem az intellektuális részünkben, az agyunkban, az eszünkben zajlik csak, hanem a lelkünkben és a mélyen, a szívünkben, hogy ezt a mi nyelvünk használja. Szóval imádkozunk Istenünk győzelmet nekik. Amen? És hogy lássuk, hogy hogyan növekednek az Úrban. Gyertek még föl, testvéreim, kérlek benneteket, akik pedig lelkigondozóként szolgáltatok, álljatok mögé azoknak az embereknek, akikkel együtt dolgoztatok. Minél többen, aki úgy érzi, hogy ide tartozik most egy imádságra, szíves oda menne valamelyikhez, kérlek, hogy akár többen is odaállhattok, gyertek, akik foglalkoztok ezekkel az emberekkel a továbbiakban, és egy közösségbe tartoztok, ima közösségbe, vagy valamilyen fajta közelebbi, egymásba kapaszkodó közösségbe, ahová futhat egyik a másikhoz, telefonon vagy személyesen. Szóval, hogy itt van az idő, amikor összekapaszkodunk, ilyen módon hivatalosan is. Vasvári Attila testvér fog bennünket vezetni majd imádságban, de gyertek, és minél jobban álljunk, minél szorosabban össze. Drága szerető Istenünk, te rád tekintünk, és köszönjük neked, hogy te már eleve elrendelted ezt a napot, Uram, és kiválasztottad a tieidet, Uram, akiket most, Uram, akik szövetséget kötöttek veled, és igazán hálás a mi szívünk, Uram, és amikor áldáskérő imát mondunk, Uram, akkor a te nevedben, drága Úr Jézus, rájuk helyezzük a te áldásodat, Uram, hogy te legyél az ő életük megtartója, te legyél az, aki örömöt, szeretetet és kitartást adsz, Uram, a rájuk váró küzdelmekben és kihívásokban. Köszönöm, Uram, hogy kérhetjük, hogy tudjanak mindig feltekinteni te rád. Tudjanak, Úr Jézus Krisztusom, segítségül hívni téged, az ő megváltójukat, az ő megtartójukat. És imádkozunk azért, hogy mennyei édesapánk, érezzék a te szeretetedet, és mindig, bárhova is talán eltéved az ő életük, hozzád bizalommal visszamehessenek a te szerető karjaidba. Drága Szent Szellem, rád bízzuk az ő életüket. Kérlek, neveld be, érleld be az ő életükben a te gyümölcseidet, Uram, hogy ezek által mások is megismerjenek téged, és dicsőítessék a te fiad, a Jézus Krisztus általuk. Köszönjük, Uram, hogy ezt a szövetséget, amelyet ma megkötöttek, a szellemvilág előtt is megkötődött, és köszönjük, hogy immár véglegesen a tieid, Uram, a te országodnak a polgárai, és köszönöm, hogy veled Jézus Krisztus oda ült tettek a mennyei trónra, a te jobbodra. Kérlek, hogy Uram, hagyd legyenek ennek a tudatában, és így éljék az ő életüket, mint fiak, mint szeretettek, akikre gondot viselsz, Uram, és köszönöm, hogy ez kiárad, Uram, rajtuk keresztül a környezetükre is, és áldások lesznek mások számára, a Jézus Krisztus nevében. Halleluja. Amen. Oh.